maszkos gumikesztyűs eladók. Könnyen hozzászokhattunk a látványhoz a boltokban az elmúlt időszakban. A koronavírus járvány hazai kirobbanását követően ez volt szinte az első intézkedés, amit meghoztak a kereskedők. Bár a kormány fokozatosan oldja fel a korábban elrendelt és a vásárlást is érintő korlátozásokat, az otthonmaradás és a szociális távolságtartás komoly változásokat hozott a vásárlói magatartásban, igényekben. Több nemzetközi kutatás is rámutatott arra, hogy a fogyasztók sokkal óvatosabban közelítenek a nem létfontosságú üzletekhez, és ha lehet, elkerülik azokat a helyeket, ahol tömeg alakulhat ki. A vedőkiszolgálásban is izgalmas időszak következik, hiszen most nem csak az udvariasabb, felkészültebb és kedvesebb személyzet, hanem az alapvető biztonságérzet megteremtése lesz a döntő. Nagyon fontos, hogy a vásárlók érezzék azt, hogyha bemennek valahova, akkor biztonságba érzik magukat, hiszen hát több mint két hónapig visszafogottan vagy elzárva vagy óvatosan éltünk, és ez a világ még egy jó ideig velünk marad. Csupán néhány hét elég volt ahhoz, hogy a vásárlók számára elsődleges igényé váljon a biztonságérzet, és csak ezután következnek az olyan hagyományos ügyfélélmény szempontok, mint a kedvesség, udvariasság vagy a mosoly, amit jelenleg nehéz is látni az arcmasz mögül. Egy nemzetközi kutatás azt is kimutatta, hogy a válaszadók közel kétharmada zsúfolt helyeken nem érzi biztonságban magát, és kerülni fogja ezeket a veszélyhelyzet megszűnése után is. A biztonságérzet megteremtésének egyik módja az érintkezési pontok számának lecsökkentése, így például az érintésmentes fizetés bevezetése, amely a vásárlók mellett a dolgozók védelme szempontjából is fontos. Az üzletek ezen kívül számos más jó megoldást kezdtek alkalmazni a közelmúltban. Az egyik drogéria láncnál azt tapasztaltuk, hogy csak annyi bevásárló kosarat tesznek ki a bejárathoz, ahány vásárlót beengednek, és így akadályozzák azt meg, hogy zsúfoltság legyen náluk. Más üzletben pedig van egy munkatárs, aki számolja a vásárlókat, hányan jönnek ki, hányan mennek be egy ilyen kis tabletes megoldással, és hogyha túl sokan vannak bent, akkor lezárják a bejáratot, hogy bent se legyen zsúfoltság. Az egyik elektronikai hálózatnál pedig azt tapasztaltam, ez egy személyes tapasztalat volt, hogy ott áll a bejáratnál a biztonsági őr, készfertőtlenítő ki van téve bejárathoz, és mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy használják a készfertőtlenítőt. Az e-kereskedelem felértékelődése is megfigyelhető, amellyel párhuzamosan az alternatív kommunikációs értékesítési csatornák fejlesztése is felgyorsult. Egyre több cég fektet az automatizálásba, ugyanakkor megmaradt az a fogyasztói igény, hogy a folyamat maradjon emberi. Egy ügyfélszolgálati telefonvonal esetében például többen részesítik előnyben az élő hangot a gépivel szemben. A szakember összefoglalva elmondta, hogy bár voltak olyan kereskedelmi ágak, ahol jól ment az üzlet az elmúlt hónapokban, a legtöbben küszködnek a bevételek kiesésével, a vírushelyzet utáni visszarendeződéssel pedig újra meg kell szerezniük a vevőkörük bizalmát. Hozzátette, hosszabb távon azok az üzletek profitálhatnak az új helyzetből, amelyek gyorsan reagálnak a megváltozott vásárlói igényekre.